2014 óta rendezik meg Magyarországon a World Robot Olympiád, röviden VRO nemzetközi robotverseny hazai fordulóit. A résztvevő diákok ezáltal megismerhetik a robotikát, a programozást, az algoritmizálást és az automatizálást. Az idei verseny témája az Én robotom az én barátom, vagyis az indulóknak olyan robotokat kellett tervezniük és programozniuk, amelyek a kerti munkában, a mentési akcióban és a kórházi ellátásban segítik a dolgozók munkáját. A Legóból készült robotoknak egy pályán kellett végighaladniuk és teljesíteni a feladatokat. Bírók értékelték ki az eredményt. Mindegyik csapat ugye elkészítette a saját robotát, elkészítette hozzá a programot, ami az adott korosztálynak megfelelő versenypályán végre tudja hajtani a feladatokat. Itt a gyerekek azon dolgoznak, hogy az otthoni környezetben jól működő robotukat az itteni környezetre tudják adaptálni, szenzorkalibrálás és így tovább mindenféle megfelelő teendők. 2 perc áll rendelkezésre a robotnak, hogy a lehető legjobban teljesítse az asztalon lévő feladatokat. És akkor ezt fogják a bírók utána lepontozni, és mindegyik csapatnak 3 darab versenyköre van, amiből a 2 legjobbat fogják számítani, és minden korcsoportban ugye van egy elementary, egy junior és egy senior, ugye így vannak korosztály szerint. Mindegyik korosztályból így a résztvevőknek a fele, aki tovább jut majdan a győri döntőbe. Balatonfüredet az Eötvös Loránd általános iskola képviselte, 2 diák, Asztalos Levente és Hári Bence indult a versenyen. Az igazgatónő pályázott az iskolának erre a robotra, és az volt a feltétel, hogy el kell jönni a versenyre. A robot elindul a kezdő pozíciójáról, átmegy az első akadályon, tesz egy 90 fokos fordulatot balra, aztán előre megy a másik akadályhoz, ott is tesz egy 90 fokos fordulatot, és visszamegy a érkező helyére a robot. Durván 3-4 hetünk volt a versenyre felkészülni, úgyhogy nem nagyon jött össze úgy, ahogy szerettük volna, de elvileg a fele pontszámot, hogyha jól sikerült, akkor megkapjuk. A balatonfüredi területi döntőn dr. Bóka István polgármester is köszöntötte a résztvevőket, aki úgy fogalmazott, a város szívesen ad otthont a rendezvénynek. Az országosan résztvevő 113 csapat már 5 elődöntőn részt vett, a füredi volt az utolsó. A nemzeti döntőt júliusban rendezik Győrben, a verseny legjobbjai pedig Dortmundban, a World Robot Olympiád világdöntőjén képviselhetik Magyarországot.